Jó estét kívánok! Kifejezetten füllet meleg van odakint. Életet menthet, hogyha a hűvös szobában maradnak, és a nap hírét nézik az elkövetkező 40-45 percben. Szerintem hozzák meg a nap legjobb döntését, és tegyenek így. Elmondom, hogy kikre számíthatnak, hogyha velünk maradnak. Itt van G. Német Erzsébet, a DK fővárosi képviselője, Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke, és Böcskei Balázs, politikai elemző az IDEA intézettől. Jó estét kívánok, szervusztok! Mennyire visel meg benneteket ez az idő? Tegnap mindenki fejfájása meg szédülése panaszkodott. Mondjuk 4 fiatalember ül a stúdióba. Hát mivel én vagyok a legfiatalabb elkezdem, én sokkal jobban bírom, mint a hideget nekem. Valószínűleg egy délszaki országba kellett volna születnem. Én meg pont az ellenkezője vagyok. Tényleg? Mert hogy hideg ellen lehet védekezni, fel lehet öltözni. Kétségkívül. A bőrömből nem tudok kibújni, hogyha meleg van. Van, akinek sikerül néha a politikában. Más túlélési stratégia. Én is el vagyok vele, bár én meg a hideget bírom jobban pont fordítani, Ildikó, de szerintem azt hiszem, te nyári születésű vagy, én meg téli születésű vagyok. Úgyhogy, hát ezt hallottam hogy legalábbis, hogy, hogy valamilyen összefüggés van, de aztán lehet, hogy ez most ilyen áltudományos szöveg volt. Hát szerintem az lenne jó, hogyha mindenkinek lehetne egy ilyen meleg napon egy olyan szobája, egy olyan hely, ahova el tud vonulni ilyenkor behúzva a függönyöket, és akkor ott egy kicsit túlélni. Az a jó hírem, vagy rossz hírem, hogy a nyár elején vagyunk, tehát elég hosszú ideig fog még ezt tartani. Akkor elmondom én is, hogy én viszont őszi születésű vagyok, nyilvánvalóan nagyon foglalkoztatja ez az információ a nézőket, úgyhogy október 13-a valaki úgy gondolja, hogy meglepne bármivel. És apróan, de igen értékes ajándékok. Inkább jelentősebb ajándékokra, mint csak aprókra. Jelentős ajándékról majd még szó lesz ma például. Én majd várom azokat a cikkeket, hogy hova utaznak a politikusok nyáron. Ugye ezeket minden fél évente megkapjuk a téli, illetve a nyári szünetből, úgyhogy készültünk, hogy ki a Balatontól Ibizáig. Na jó van, csapjunk akkor bele, valaki már a hűsölésnek vagy a felfrissülésnek egy meglehetősen sajátos módját választotta, Kecelen. Láthatták már a híradóban ezt a felvételt, tényleg az a helyzet, hogy mindannyian láttuk, és hát könnyesen nevettük magunkat rajta. Most itt az esély önöknek is, nézzék meg, és aztán majd beszélgetünk, hogy mire lehet jó egy ilyen figyelemfelhívó akció. Íme tehát a keceli nagy úszó. Na, szóval az a helyzet, hogy ugye csak atmoszféra volt a film alatt, nem biztos, hogy mindenkinek világos a történet, de hogy itt arról van szó, hogy ez a keceli fiatal ember ezt a sajátos módot választotta arra, hogy felhívja az önkormányzat figyelmét, hogy ilyen állapotban van az utcája. Tehát az utcának a burkolatán akkor a kátyuk vannak, hogy 15 métert keresztül lehet úszni, és nem beadványokat írogatott, hanem úszott egyet. Tipikusan az a sztori, hogy nem tudjuk, hogy sírjuk-e vagy nevessünk. G. Németh Erzsébet önkormányzati embert, kezdjük akkor Erzsébettel, hogy egy önkormányzati embernél egy ilyen sztori, az átüti az inger küszöböt? Tehát... Hát én remélem, hogy a keceli polgármesternél átüti az inger küszöböt. Miért a keceli polgármester nem tudja egyébként, hogy ilyen állapotban van a település? Nyilván tudja, de ez az akció ez arra volt, hogy felhívják ugye a média nyilvánosságával a figyelmét esetleg, ha nem tudná. Nem akarom, mert nem tudom pontosan, hogy milyen anyagi körülmények között van a keceli önkormányzat, de nyilvánvalóan az, hogy 2018-ban 8 évnyi ennyi uniós pénz után, amit kapott Magyarország, hogy Magyarországon nagyon sok út ilyen állapotban van, az tényleg vérlázító, mert nyilván nem csak Kecelen, hanem szerintem itt a Budapesten hát is persze. Tudnék mutatni ilyen utcát. Tehát ebbe tényleg egy humoros, jópofa dolgot választott ez a fiatalember, és hát ha én a keceli polgármester helyében lennék, nem akarok jó tanácsokat adni, akkor lehet, hogy szólnék Orbán Viktornak, mert ugye van egy másik témánk is ma, ez a vajszlói bizonyos 2,4 milliárd, hogy egy picikét csoportosítson már akkor Kecelre is át, mert a keceli emberek is megérdemlik azt, amit a vajszlói megkaptak. Egyébként két közbevetett hír, hogy
megtörtént, mármint az, hogy nem az, hogy szólt Orbán Viktornak, de hogy elindult valami munka, hogy ez maszatolás vagy komoly munka ott az utcában, azt nem tudjuk még, de egymillióan látták már most ezt a filmet, és lépett a keceli önkormányzat. Másik, hogy én utána néztem, hogy a keceli polgármester egy volt fideszes, de kizárták. Na, tehát, hogy most nehéz ebben... Nem azért zárták ki, mert nem csatornázta a falut. Na nem azért. Egyébként ebből is látszik, én a politikában is híve vagyok a jól elhelyezett akcióknak. Többet ér, mint 3 darab sajtótájékoztató. 80 levélre se reagált volna így a polgármester. Egyébként azon gondolkodtam, miközben itt vihoráztam, hogy ez egy mélyen szimbolikus magyar és közép-európai történet. Mi, ha baj van, akkor humorral vészeljük el, és közben lemerülünk és kivárjuk. Ez Hofi meg Schweik régiója. Ha az Élios szereli fel a közvilágítást, viszünk a retikülbe elemlámpát, ha hosszú a várólista a kórházban, akkor mint tavaly egy bácsi, megoperáljuk magunkat. Hát, ha nem csatornáztak rendesen, akkor átusszuk. Egyrésztről örömteli látni, hogy a Rockynak a dallama az nem ment ki. Bármikor az ember ilyen videókat lát, hogy az emberek megméretetik saját magukat, akár mondjuk ilyen utcai boxok egyébként, akkor mindig a Rocky a dolog, és ez jó. Másrésztről meg, amit most látunk, az nem újdonság, mert volt egy főpolgármester jelölt, aki nagyon hasonlót már megpróbált 4 évvel ezelőtt, vagy nem is tudom, amikor volt a 2019-es, amikor a vízzel való olyan közeli kapcsolatot alakított ki, hogy neki nem sikerült én eredményesen felhívni a figyelmet arra, hogy mi az ő állítása. Nem szeretek erre emlékezni, ez nem szép tőle. Hát szerintem az ellenzéki szavazók jelentős része nem szeret erre emlékezni. Harmadrészt a párhuzam nagyon sok kis itt kacsa. Azért nem jó a párhuzam, Balázs, mert az kínos volt, ez nem az. Tehát szerintem ez jó. Én csak emlékeztetni akarom a politikusokat és a politikát, még követőket, hogy hamarosan újra választunk, és legalább tudjuk, hogy hol ne keressük a jelölteket. Viszont nagyon sok pénzt költenek a pártok ilyen kampánytanácsadásra, már nyilván engem a kormányzó párt. Egyszerűen, ahogy azt Ildikó is utalt rá, meg lehet oldani. Tehát néha ilyen nagyon sok fókuszcsoportot csinálunk, kvalitatív, kvantitatív kutatásokat, és itt van egy ember, aki maga közvetlenségében megold tulajdonképpen egy útfelújítási kérdést, úgyhogy lehet, hogy ténylegesen a kommunikációk a közvetlen szintjére kellene visszajutnunk, vagy visszamásznunk. Nem vagyok ismerős Kecelen, de hogy gyakorlatilag az biztos, hogy a polgármester Haszilló Ferencnek hívják egyébként, én is onnan tudom, hogy utána néztem. Tudja, hogy nem ebben az utcában lakik. Tehát arra nyilván emlékeztek, hogy hány ilyen sztori volt az elmúlt években, amikor hogy nem, pont a polgármester házáig aszfaltozták le az Igen. utcát. És aztán ott valahogy véget ért a Igen. történet. És ahogy nézem, nem is fog ide költözni a közeljövőben. Hát lehet, hogy az segítene az utcán. De hogy közben, jó, nem önkormányzati választások voltak, hanem országgyűlési választások, nem büntették ezeket az embereket ezért. Hát most majd 19-ben meg fogjuk látni, hogy ezért jár-e bünti, hogy ilyen állapotban vannak a településen az utcák, de hogy a nagy politikában legalábbis nem történt meg. Hát nyilván ugye ez egy országgyűlési választás volt, és azt gondolom, hogy ezt majd talán egy önkormányzati választáson lehet más logikával díjazni. Ami szerintem a borzasztó a dologban, amivel én kezdtem, hogy annyi uniós pénz ömlött az országba, és ilyen típusú fejlesztésekre nem jutott. Nagyon sok ilyen a főteret kövezték le, meg mindenféle nem igazán hasznos beruházásokat csináltak. De például az, hogy egy ilyen településen a földút kérdést megoldják, vagy mondjuk a csatornázást, vagy bármi más, na ezekre kellett volna fordítani a pénzt. Szerintem sajnos az emberek fejében ez nem kattan össze. Tehát az, hogy mi a feladata egy önkormányzatnak, mi a feladata a kormánynak, és egy önkormányzat anélkül, hogy ne kapna hozzá állami Európai Uniós támogatást, nagyon kevés önkormányzat van, amelyik a saját bevételéből meg tudja egy ilyen programot oldani. Hát vannak olyan települések, amelyeknek nagyon nagy az iparűzési adója, vagy nagyon sok az iparűzési adója, azok meg tudják ezt oldani. Ezek a települések, és a döntő többsége Magyarországon ilyen, nem tudják saját forrásból ezeket megoldani. Erre kellett volna az uniós pénz. Van ennek köze ahhoz, hogy a keceli polgármester, hát mondjuk úgy, hogy kegyvesztett fideszes? Hát nem ismerem a konkrét viszonyokat. Elvileg annyiban lehet, hogy biztos nem ő kapta a megyében, vagy nem ez a település kapta a megyében a legtöbb támogatást, de ha ez a szerencsétlen polgármester fideszes maradt is volna, nem tudom, mitől lett éppen kegyvesztett, az az igazság, hogy általában, ezt Zsóka tudja jól, az önkormányzati szférát kifosztották, lecsupasították, borzasztó kevés a pénz, ezzel nem a keceli polgármestert védem, de nagyon könnyen el tudom képzelni, hogyha ezt az utcát aszfaltozza, meg kell
kellett tennie, akkor majd valami másból kell elvennie a pénzt, és ha elég cinikus, akkor ezt hangoztatni fogja. Ez egy szándékos kiszolgáltatottsággá tétel volt? Részben, tehát, igen. Azért vonták el a forrásokat, mert nyilván abban a pillanatban rövid pórázon lehet tartani egyetlen az önkormányzatokat, nem kell egy hatalmi túlsúly, ha úgy tetszik, egy ellensúly Orbán Viktornak. Tehát kiüresítették az önkormányzatokat, a forrásaikat elvették, az iskoláikat, fővárosnak, kórházakat, stb. Tehát magyarul nincs köze a település polgárainak, a település lakóinak, a saját maguk által választott önkormányzaton keresztül, hogy mi történjen mondjuk ott Kecelen. Az önkormányzatiság az egy érték, tehát egy demokratikus érték. Megélik-e az emberek, Balázs? Tehát az, hogy én dönthetek a saját szűkebb környezetem ügyeiben, hogy az egy jog, az egy lehetőség. Mert úgy tűnik, hogy ezt ugyanúgy vették el, ezt a fajta szabadságot, mint ahogy mondjuk a magánnyugdíj vagyont elvették. Igazából senki nem vette észre, hogy közben valamit kivettek a zsebéből. Én erre vonatkozó kutatást azért most sokáig kellene gondolkozom, hogy amit Lendvai Ildikó vagy Jéni Mette Erzsébet elmondott, hogy erre vonatkozó állampolgári véleményt visszacsatolásként tudjak a nézőknek idézni, és ezt hiszem, hogy ez egy politikai érvelés, mint sem egy kutatói vagy egyéb más adatok vannak emögött. Mondok egy jó példát. Számos olyan országgyűlési és önkormányzati választás van, amikor az országgyűlésén tulajdonképpen tönkre nyeri magát a baloldal abban, nagyon erősen fogalmaztam, nyer a baloldal Újpesten adott esetben, Óbudán adott esetben, nagyon szoros volt, majdnem szoros lett a Józsefvárosban, tehát hogy az OGY választás alkalmával szoros vagy nyer a baloldal. Ehhez képest, hogy jön az önkormányzati választás, akkor még a kanyarban nincsenek az egyéni kerületekben, maradjunk a józsefvárosi példánál, a baloldali pártok képviselői. És mi az oka ennek? Tehát szerintem az a helyzet, hogy nem igaz az állítás, amit az ellenzéki politikusok képviselnek, hogy itt mondjuk az önkormányzati folyamatok azok kizárólag egy ilyen leépülés felé mennének, hogy válságban lennének a városok, hogy itt csak térkőfelújítások lennének. Én nem tudom, hogy a keceli polgármesterek milyen képességei vannak a stábjának az uniós pályázatokra való hozzáféréshez. Gondolok, tudnak egyáltalán pályázni, és mire pályáznak. Szerintem ennek tudatában kellene megmondani azokat a kérésekre, a válaszokat, amiket feltettél. De például, mondok valamit, Józsefváros példája, ahol most időközi polgármester választás lesz, azért emelem ki. Ott az ellenzéki interpretáció, hogy egy kiszorítás zajlik, az egy lakosságcserét illetően igen, de hogy az egy válságban lévő arrogáns kerületről beszélünk. Ehhez képest soha nem látott pénzek fordultak bele 2008-2009 óta Józsefvárosnak az életében, és az emberek egyszerűen lehet, hogy máshogy élik meg a lokális fejlesztéseket, mint ahogyan egy budapesti tévéstúdióban mi ezt interpretálni akarjuk, és nekik ez a decentralizáció, centralizált hatásköri vita, ez egyszerűen nem számít, mert lehet, hogy adott esetben meg lesz számos olyan kérés oldva, ami neki sokkal, de sokkal fontosabb, mint az önkormányzatiságról való véltudása. Na, ez egy konfrontatív állítás volt, és azért nem akarom ezt itt most lezárni, mert nyilván egy csomó minden van a fejükben. Igen, azt szerettem volna csak mondani, hogy azt nem is mondtuk, meg nem is lehet állítani, hogy most Magyarország minden települése dögrovásul van. De azt igen, hogy ez a fajta centralizáció, ez járszalagra fűzte az önkormányzatokat, roppant módon kiszolgáltatottak, és ezért politikailag kénytelenek lojálisak lenni. Állampolgári szempontból lehet, hogy nem tűnik fel, hogy most kinek a kegyéből lesz aszfaltozva az utca, és beleszólhat-e a polgármester, de igény az még mindig volna arra, ahogy én látom, hogy a helyi hatalmat befolyásolni lehessen, mindennel a polgármesterhez fordulnak. Főleg nem is csak budapesti, kistelepülési polgármesterek panaszkodnak, hogy még mindig hozzájuk járnak az iskola ügyeiben, pedig hát a világon semmi beleszólásuk nincsen. Nem szó szerint, de lényegét tekintve azt mondja, hogy abszolutista uralkodók idején is fejlődött a világ. Hogyne. A kérdés az, hogy milyen áron. És a kérdés akarunk-e oda visszatérni? Igen, és a kérdés az, hogy ez hosszabb távon jó-e? Tehát valóban jó-e az a fejlesztés, elosztás, amit felülről lojalitás alapon határoznak meg? Erzsébet? Én a budapesti részére reagálnék vissza, és ebbe vitatkozom Balázsra. Ez igaz lenne, hogyha a tavaszi választás azt mutatta volna, hogy a Budapestre beöntött pénz az a Fidesznek hozott, pedig pont nem hozott, pont az ellentéte valósult meg. A 18 egyéni választókerületből 12-t megnyert ez az oldal. Egyébként nem, sajnos nem Józsefvárosban volt a legszorosabb, mert ugye nálam, igen. Na, lényeg az egészben, amit ki akarok ebből a dologból hozni, az, hogy
Azt lehet, hogy jól élik meg az állampolgárok, és most csak Budapestről beszélek, mert nyilván Kecelen más teljesen a helyzet, hogy mondjuk az egyik játszóteret 5-5-ször újítják fel ebben az időszakban, amiről beszéltél, mert ma a Horváth Mihály téren a játszóteret szerintem pont 5-5-szörre újították fel. De ugyanakkor a józsefvárosi lakos sem csak Józsefvárosban él Budapesten, hanem tömegközlekedik, pontosan látja, hogy mi a helyzet a közlekedéssel, mi a helyzet az egészségügyi ellátással, és az összes többi mindenféle dologgal. Tehát én nem tudnék ilyen szoros párhuzamot vonni, és az meg azt gondolom úgy van, ahogy Ildikó is mondta, az önkormányzatok ma sokkal rosszabb helyzetben vannak, és minden alkalommal találkozik vele a lakos, amikor a gyerekét nem tudja a fogszabályozásra csak 4 év múlva beiratni, vagy mondjuk olyan általános iskolába járatja a gyerekét, ahogy neki nem felel. Na akkor most tovább lépünk, mert megcsúsztunk. Nem minden önkormányzat van egyébként rosszabb helyzetben. Itt van például Vajszló, amelyik település 2,4 milliárd forintot kapott Orbán Viktortól. Lehet, hogy azért, mert a vajszlóiak tudták, hogy hova kell szavazni. Az áprilisi választást követően Orbán Viktor több településen személyesen mondott köszönetet a kormány támogatásáért. Elsőként a Baranya megyei Vajszlóra látogatott. Az eseményről fotósorozat is készült, amit Köszönöm Vajszló címmel publikáltak a miniszterelnök Facebook oldalán. A magyar közlönyben hétfőn megjelent kormányrendelet szerint Orbán Viktor kézzelfogható módon is meghálálja a falu támogatását. Munkát fogunk adni mindenkinek. A költségvetésből 2,4 milliárd forint átcsoportosítását rendelte el a Vajszló nagyközséget érintő infrastruktúra fejlesztés érdekében. Na, és erre vonatkozott a nap kérdése, ezt szeretném megmutatni most. Tehát 2,4 milliárd forint kormányzati támogatást kap Vajszló. A településen ugye nagyon magas arányban szavaztak a Fideszre, ezt Orbán Viktor személyesen köszönte meg. Mit gondolnak a Vajszlónak nyújtott támogatásról? A miniszterelnök így fejezte ki köszönetét, így véli 10%. Üzent a településeknek, aki jól szavaz, az számíthat a viszonzásra. 90% gondolja azt, hogy ez történt valójában. Elég meggyőző arányok ezek. Na, az volt ugye nekem a furcsa, hogy szakpolitika, kontroll, fejlesztési koncepció el sem hangzott az indoklásban. Tehát 2,4 milliárd, mert így döntöttem. Tényleg így működik a dolog? Tehát, hogy nincs mögötte egy tanulmány, egy térségfejlesztési elképzelés. Hát persze, hogy így bármi működik. Ok adatolás. Az a kétféle válasz, amit adtak a nézők, az tulajdonképpen ugyanannak egy derűsebb és egy borúsabb megfogalmazása. Meg akarja köszönni, de azért akarja megköszönni, hogy mások értsenek belőle. Na de Ildikó, azért... akkor ez pofára megy. Pofára megy, nem szavazatra megy, és hűségre megy. Azért nem véletlen, hogy majdnem egy időben a Köszönöm Vajszlóval jelenik meg a magyar közlönyben ez a bizonyos hír. Aki jól szavaz, az kap, fogjuk fel úgy, hogy úgyis úgy tűnik, hogy előrehozzák az önkormányzati választást, tehát már nem egészen egy év lesz hátra. Előrehozzák? Hát azt hallani, hogy gondolkodnak azon, hogy összevonják az uniós választással, vagyis a normálisan esedékes ősz helyett májusra van tartják, de akár előre hozzák, akár nem, nyilvánvalóan ezzel indul az önkormányzati kampány. Te is érted, Pistike? Így kell szavazni. Lehet ezzel szembe menni? Nem lehet, 2,4 milliárd. Nem lehet, hát a szabad szemmel is látható össze. Mert hát ezeket a pénzeket nem lehet és nem szabad így elkölteni. Ugye azt kérdezted, hogy mindenféle tanulmány, meg minden nélkül csak úgy neki ugrottak ennek. Hát hány olyan ügy van, amiről pontosan tudjuk, hogy ugyanígy ugrottak neki. Én nem láttam arról igazán tanulmányt, hogy a várba való költözés az milyen észérvek, vagy milyen indokok alapján kell. Persze tudom, hogy miért kell, mert nyilvánvalóan az ember látja mögöttest, de hogy azért, hogy onnét kiköltöztessék a múzeumokat, ezért a Városligetet tönkrevágjuk, tehát nincsenek itt tanulmányok, nincsenek itt megállapítások, meg végiggondolások, egészen egyszerűen a miniszterelnök jelezni akarta az országnak, hogy is ennek a településnek, hogy nektek megköszönöm, hogy így szavaztatok, és majd az összes többi is ért ebből, ha meg nem ért, akkor meg így járt, hogy nem fog ebből pénzt kapni. Bocsánat, csak egy mondatra veszem vissza a szót, mert egy fontos dologra még fölhívnám, szerintem fontos, ha fölhívnám a figyelmet. Ez nem a tartalékból, vagy valami miniszterelnöki reprezentációs keretből ment, ez az önkormányzat
önkormányzati támogatásokra meglévő keret belső átcsoportosítása. Magyarul a jutalomnak a fedezete mások büntetése lesz, akiknek nem jut. Miközben hát működik állami számbevőszék meg, tehát hogy ezeket, akinek valaha volt dolga ezekkel az intézményekkel, akkor tudja, hogy legalábbis formálisan ott tényleg megvalósíthatósági tanulmányok, meg előszámítások, meg nem, de tehát kőkeményen okadatolni kell, nem 2,4 milliárdnak, 300 millió forintnak az elköltését. Most nekem ebben a cikkben az a gondom, hogy az a, és azzal kezdted az elején, és akkor leszek az ördög ügyvédje, mert úgyis, mert ez a diskurzus, amit folytatunk, ez a 8. éve folytatjuk ezt a diskurzust, hogy büntetés, jutalmazás, lojalitás, stb. Egyrészt azért látnunk kellene, hogy tehát egy nagy, teljes átfogó kutatás kellene, vagy vizsgálatot arra, hogy a különböző önkormányzatok hányszor részesültek hasonlóba az egyes önkormányzatok. Van-e vajszlók? Vannak-e még további vajszlók? Nem tudjuk. Biztos, hogy vannak ilyenek, de akkor ezt akkor úgy kell beszélni, hogy a tények tükrében kell beszélni. Szinte biztos vagyok benne, hogy vannak. Jó, csak akkor lehet, hogy aztán kijön, hogy ez az eset ez nem egyedi, és egyszerűen nem ez a politikai prekoncepció van mögötte. Én elfogadom ezt írnek, csak én szeretek a teljesség igényével dolgozni. A másik az, hogy honnan tudjuk, hogy nem indokolt egyébként ez a 2,4 milliárdos beruházásot. Mert a hatástanulmányokat, vagy az kívánt tanulmányokat egyébként a cikkírói, akik ugye ezt talán a Szabad Pécs hozta ezt az inflációt, ezt ugye nem kérték ki. Tehát ők ennek nem mentek utána, hogy ez valóban indokolt-e. Maga a szám az ugye a magyar közlönyben jelent meg, igen, és a magyar közlönyben nem volt mellétéve. Nyilván van, de hogyha meg kell kérdezzünk a polgármester, az ide vonatkozókat, hogy ez mi indokolja adott esetben ezt a beruházást a térségben. A másik az az, hogy én könnyen elfogadom ezt a jutalmazás dolgát, az másképp egyébként, hogyha mi most erről nem emelődik be a nyilvánosságban a Szabad Pécs által, akkor senki nem tudja, hogy ez lenne a táncrend a magyar önkormányzati jutalmazásnál, mert egyébként ez a hír, ez lent maradt volna ott, hogy a magyar közlönyben, tehát ez nyilván fontos az újságírók egy részének, beemelődik, és azt gondoljuk, hogy ez akkor modell. De mi van, ha nem? Szabad ne feledd, de az... még abban sem vagyok biztos, hogy ezt az ellenzéki újságírók, vagy a kormánytól független újságírók fedezték fel, ugyanis a kormány évek óta nyomja ezt a narratívát, hogy aki nem áll be a sorba, az megnézheti magát. És látod, tehát szerintem ők most összeteszik a kezüket, hogy mi erről beszélgetünk, mert minél több önkormányzat kapja meg ezt az üzenetet, annál jobb. De hát igen, láttuk ugye, a parlamenti választás előtt hol volt Zsókat, de biztos tudod, Szabolcsban, vagy nem tudom hol, akkor az a szókimondó, csúnyán beszélő fideszes polgármesterrel is mondta, hogy hát ő nem is adna azoknak, akik másképp dolgoznak, és azért nem is vitatkozom Balázssal, hanem inkább mondom, hogy sajnos ellenpéldák is igazolják ezt a gyakorlatot. Hát láttunk Esztergomot, és látjuk most Hódmezővásárhelyt, és közben látjuk a köszönöm vajszlót. Nem kell annyira bonyolult észjárású újságíró ahhoz, hogy valami összefüggés tárjon. Mert még egy példa, ugye az országgyűlési kampányban végig turnézte Orbán Viktor az összes megyei jogú várost. Hát, ha jól emlékszem a számra, de lehet, hogy alul becsülöm, szerintem ilyen 4-500 milliárdot alsó hangon kiosztott ezeknek a városoknak, és megígért, hogy a Modern Városok programja, Kósa Lajos miniszter is volt, azt hiszem, ebben az ügyben. Tehát ez egy bevett formula, ugyanakkor meg még egyszer azt szeretném aláhúzni, hogy ezeknek a pénzeknek biztosan van helye a magyar önkormányzat, tehát a településeken, a városokban, falvakban, hiszen pontosan ilyen dolgokra kellene fordítani a pénzt. Csak ehhez kellene valami pályázat, kellene valami verseny, el kéne tudni dönteni, hogy Kecelen az út fontosabb, vagy Vajszlón fontosabb a Szennyvíz csatorna, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt ugye a hírben. De hát ezért lenne ez a pályázati rendszer, amin össze lehet ezeket fésülni, amire azt lehet mondani, hogy lehet, hogy Vajszlónak tényleg kell ez a 2,4 milliárd szennyvízre, de kell akkor ugye Kecelnek is az a 200 millió mondjuk útépítésre. Na, lépjünk akkor tovább, a nap képe következik, ami ma nem a nap grafikonja, hanem egy fotomontást szeretnénk mutatni önöknek. Mutassuk is meg, és a kérdés ehhez kapcsolódik, ugye elnököt választ a Magyar Szocialista Párt, és furcsa lenne, hogyha most nem Lendva Ildikó találnám meg ezzel a kérdéssel először. Ugye nem választmányi tag Ildikó, ugye? Nem de állandó meghívottja vagyok, vagyis folyton. De hogy szavazati joga van? Szavazati... Választhat? Nem, most nem. Na, akkor úgy teszem fel a kérdést, hogyha választhatna... Nem ugrom be, hogy kire szavazni, lesz kivétel. Nem mondja előre. Meg? Igen, mondja. De hát ez a kérdés, nem mondja meg, hogy a három közül kire szavazna akkor, hogyha lenne szavazati joga?
Megmondom, hát ha lenne szavazati jogom, lehet, hogy nem mondanám meg, de hát most, most mitől ne mondjam. Én ugyan még nem tudom, hogy Kunhalmi Ági végül is a választmányi elnökséget, vagy hivatalosan nem tudjuk választja, vagy az elnök jelöltséget, mert mindkettőre kapott jelölést, és az ő programja, ami egy nagyon szélesre nyitott szövetségi politika, az mindkét helyről szolgálható. De mivel én azt a politikát támogatom, ha maradna ringben, akkor föltehetőleg őt választanám, azzal együtt, hogy a másik két kollégában lévő képességek valamilyen integrálására nyilván szükség van. És ha úgy alakul, hogy csak a két úr marad a pályán? Na jó, akkor... azért már keresztkérdéseket tegyem fel. De jó, azt akkor... is megmondom, ha nagyon akarja. Köszönöm. Akkor én ugyan nagyon nagyra becsülöm Attila, Mesterházi Attila politikai rutinját és képességeit, a generációjában a legtehetségesebb egyébként a maga módján, de azért szavaznék ebben az esetben most Tóth Bercire, mert régi arcoknak magamon tudom, nehezebben hiszik el az új módszereket. Jó, tehát Kunhalmi Tóth Bertalan lenne a sorrend. Akkor a többiektől úgy kérdezem, hogy... nem, hogy kire szavaznának, hiszen ez amúgy is teoretikus kérdés, de hogy véleményetek szerint milyen karakterű vagy, milyen tudáskészlettel rendelkező vezető kellene most igazán a Magyar Szocialista Pártnak? Tehát, hogyha csak azokat a tulajdonságokat kéne összeszedni, hogy milyen ember kellene oda, akkor mit mondanátok? Egy másik politikus és egy politikai elemző. Politikusként azt mondom, hogy én örülnék annak, hogyha egy női elnöke lenne egy pártnak, hogy aztán ez hogy alakul most ott a szocialista párton belül, hogy ki mire, milyen tisztséget vállal el, mire indul, ez majd nyilvánvalóan a héten ki fog derülni. De én azt gondolom, és a DK is azt gondolja, hogy mindenféleképpen egy együttműködő, egy nyitott, ezt az egész demokratikus oldalt összefogni akaró, és itt valami közöset felépíteni akaró személyre lenne szükség, és ezt a két férfiban is látom, tehát félreértés ne essék, nem csak az Ágiról beszélek. Bölcsnek kell lenni majd szombaton az MSZP küldötteinek, mert szerintem sok múlik most azon, hogy ők milyen csapatot, tehát nem csak az elnököt, hanem mögé, köré milyen csapatot, milyen elnökséget fognak szavazni, összeállítani. Értem, hogy akkor az első helyen egy női jelölt állna, de ha másként alakul, akkor a két férfi közül kivel tudnának jobban együtt dolgozni? Én azt gondolom, hogy mind a kettejükkel. Oké. Okay. Egy politikus válasz volt. Balázs. Ugye Karácsony Gergely 12%-on ér el a Magyar Szocialista Párt a választás alkalmával, tehát és talán 8-ról indul a történet, amikor Botka László legköszönt, talán 8% a biztos pártválasztóknál, és 12-nél áll meg. Ez annyit tesz, hogy a Magyar Szocialista Pártnak az dolgát, ügyét, hívjuk így a versenyképességét, a vezető személye önmagában véve nem tudja kezelni. Tehát itt egy nagyon ismert, nagyon népszerű politikus jelentkezett be miniszterelnök jelöltjének az MSZP-nek, illetve kérték fel, és ehhez képest csak 12%-ot ért el a választás alkalmával. Az annyit tesz, hogy a Magyar Szocialista Pártnak a problémái, most én akkor nagy szavakat használok, strukturálisabb jellegű, milyen ellenzéki felfogás kíván gyakorolni, kormány vagy éppen rendszer ellenzéki akar lenni. Ez a párt egységes, Mesterházi Attilának az elnökségének az legjellemző, hogy akkor egységes volt a Magyar Szocialista Párt. Gyurcsány Ferenc nem tudott akkor egységet teremteni saját elnökségében, mint tette ezt Mesterházi Attila, attól tartok, hogy a leendő elnökség sem így fog felállni. Mondok egy nagyon jó példát, éles volt, és mindenki a kampányban azzal foglalkozott, kampány megelőzően Botka László úgy köszön ki le, hogy azt mondja, hogy a Magyar Szocialista Pártban a Fidesz ügynökök is vannak, meg is nevez erre vonatkozólag egy politikus többek között, nem többek között, egyet megjelöl, ma ez a politikus lesz a Magyar Szocialista Párt budapesti elnöke. Teszem fel a kérdést, ennek tükrében, hogyha Botka László ilyen nagyon erős állítást tett, akkor fontos, hogy ki a Magyar Szocialista Pártnak az elnöke a következő időszakban, mert úgy tűnik, hogy itt a rendszer problémák azok más jellegűek. Tehát az a munka, amit ugyan értelmiségeken, morális megtisztulásnak, meg új politikai gondolkodásnak interpretálnak, azt a munkát a Magyar Szocialista Párt nem végezte el, és ennek tükrében most, hogy a három jelölt közül legalább legkevésbé ismert kerül oda, és látható Tóth Bertalannak politikai állítását, amire úgy felkapja az ember, hogy hopp, ez ami teljesen úgy gondolt a magyar baloldalon, még nem tett, akkor azt hiszem, hogy a Botkai mondat tükrében lehet, hogy ténylegesen megértem az alul
érdeklődést az MSZP kongresszusa iránt. Én vagyok a hülye, hogy mindig a Böcskeit hagyom a végére, aki úgy belevágja a követ a vízbe, hogy nem lehet tovább menni ezek után. És odaültettem magam elé, hogy bokán se lehessen rúgni. De a bokárugás helyett azt mondom, hogy Balázs... Nem akarom én őt fegyelmezni, csak nyilván reagálni akar rá, és az unfair lenne, hogyha nem. Az én szándékomról volt szó. De abban Balázsnak minden bokárugási vágy ellenére mondom, teljesen igaza van, hogy itt néhány olyan új gondolat kell, és új politikai módszer, amire valaki fölkapja a fejét, és még helyes is. Egy pártnak a legtragikusabb stádiuma, és nagyon nem szeretném, ha teljesen belesüllyednénk, ha unalmas, ha érdektelen. Ennél még az is jobb, ha utálják, megjegyzem, nem erre vágyom. De épp azért van jelentősége most a személyi kérdésnek, mert a reményeim szerint mégiscsak fölbukkanó új gondolatok színrevivői azok személyek. És főleg a mai politikában hát a közélet az egy dráma, amit meg kell testesíteni a maga konfliktusait, ezért mégiscsak fontos, de nem mondtad az ellenkezőjét, hogy a háromból ki lesz és hogyan lesz erre alkalmas. Na jól van, lépjünk akkor tovább. Azzal folytatjuk, hogy ma reggel Orbán Viktor egy budapesti szakrendelőben járt, ahol beelőzve a betegeket ment be az orvoshoz. Mit gondolunk erről? Orbán Viktor megelőzte a betegeket egy fővárosi szakrendelőben. Az Index munkatársa reggel 8 körül 10-15 másik emberrel egy budapesti kórház szakrendelőjében várta sorára, amikor váratlan esemény történt. Előbb megjelent két biztonsági ember, majd a kórház igazgatójának kíséretében feltűnt Orbán Viktor. Az Index munkatársa szerint a miniszterelnök udvariasan megkérdezte a folyosón várakozókat, hogy előre engedik-e. Miután előre engedték, a már a vizsgálóban tartózkodó beteget kiküldték a folyosóra. Orbán ezután bemehetett, majd 5 perc múlva kezében egy recepttel kijött. Megköszönte a többiek türelmét, majd távozott. Az ATV.hu megkeresésére Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke azt mondta, mivel nem hivatalos eseményről van szó, nem kommentálja az ügyet. Na, szóval, hogy ez a történet, ez nekem nagyon nem kerek. Ez az ember Magyarország összes erőforrásával rendelkezik. Kimenne hozzá az orvos, kiváltanák neki a receptet, kinyitnák éjszaka a patikát, vagy a kórházat, bármit. Soron kívül bemenjen. Tehát az, hogy ő oda ment, ennek valami célja volt szerintem. Vagy az elment állapotában néz ki egy szakrendelés, vagy szóval, hogy mit gondoltuk? Én azt gondolom, hogy azt kell mondanom, hogy Orbán Viktor az adott helyzetben normálisan és rokonszenvesen viselkedett. Azt úgyse hitte volna el senki, ha még végig is vár 3,5 órát, de hogy kedvesen megkérdezte a népeket. Ez adott keretben helyén való magatartás. Csak hogy úgy van, ahogy te mondtad, mi több én hozzáteszem, Zsóka is tudja, hogy a parlament épületében is van orvosi rendelő, tehát még magához rendelnie kell, sem kell senkit egy nyambat receptét. Én azt hiszem, hogy ez annak a jelenetnek a kópiája, amikor árvíz idején a miniszterelnök gumicsizmában járt a gáton. Árvíz most az egészségügyben van, ez szerintem egy profi egészségügyi kampány helyzete. Láttam, hogy mi van ott, ez még sok beszédben előjön, hogy nincs légkondi a váróteremben, majmos lesz, orvos nem lesz, de légkondi az lesz, hogy a magam bőrén tudom, hogy ez hogy van, ez ugyanannak a kampánynak a része, mint hogy kizárólag egészségügyhöz ért orvosminiszter tett az emmi élére, lesajnálva ezzel a többi területet. Most azt akarják elhitetni, hogy a miniszterelnök az ő népért aggódó jó szívében az egészségügyet helyezi a politikája központjába. Szerintem ehhez kellett ez a jelenet, ezért nem az igazgató ment raportra a miniszterelnök irodájába. Egyébként, igen. Zsuka. Szerintem, ha ez a cél, és ebben egyetértek, hogy ez lehet a cél, akkor meg talán jobb lett volna, hogyha ez az egész dolog, mert ez egy média esemény szerintem.
hogyha ez úgy van megszervezve, hogy csak egy vagy két beteg van, és akkor végig is várja a sorát, mert azért itt is ugye a cím az, hogy az Orbán beelőzte a betegeket. Tehát azért ez nem ugyanazt a célt érték el, mint hogyha a miniszterelnök oda megy, és akkor egy kicsit ott vár. Szerintem is egy ilyen... Én is ezt gondolom, hogyha ez van, hogy a nép egyszerű gyermeke, és ő is lemegy egy recepttér, akkor nyilván végig várja. Hát akkor végig várja. Senki nem hitte volna. Lehet, Ildikó, de szerintem ezt akkor itt szervezték volna meg. Én azon vagyok igazából kiakadva ebbe a dologba, hogy szerintem egy miniszterelnöknek, ha azt akarja demonstrálni, amit Ildikó elmondott, hogy értelek benneteket, meg látom, milyen az egészségügy, azt nyilvánvalóan nem egy ilyen szakrendelőben lehet elsősorban meglátni. De nem zárom ki, hogy ez van mögötte, hogy ő most azt akarja demonstrálni, hogy érzem, hogy ez a legfeszítőbb probléma Magyarországon, vagy az egyik legfeszítőbb probléma, és akkor most én ennek fogok nekiállni, és ezt fogom rendbe tenni. Dénemet Erzsébet azt mondta, hogy én azon vagyok kiakadva, de hogy kell-e, hogy ezen... Tehát nem, úgy hangzik a kérdés, hogy lehet-e ebből jól kijönni? Tehát létezik az a forgatókönyv, amikor azt mondjuk, hogy de jó fej ez az ember. Mert hogyha nem megy el, akkor azt mondjuk, hogy semmit nem érzékelnek abból, hogy milyen a magyar közgyógyellátás. Hiszen oda se tolják az orrukat. Ha elmegy, akkor arról beszélgetünk, hogy biztos, hogy megrendezett volt, meg úgy se hisszük el neki, hogy tényleg csak beugrott. Ha végigüli a sorát, akkor nem tudom, valamit arra is mondanánk, hogy az én pénzemből a miniszterelnök ne üljön ott sorba, kérdezzem meg, hogy előre engednek-e. Szóval, hogy létezik az a forgatókönyv, aminél azt mondanánk, hogy ez rendben van. Bocsát, csak egy fél mondat. Szerintem egy miniszterelnök ne onnét szerezze az információit, hogy akkor mondjuk egy hasi ultrahangra vár 3 hónapot, vagy 4 hónapot, mint egy mezei halandó. Tehát neki az információt nem innen kell beszerezni, és egyébként meg arra kíváncsi, hogy milyen állapotban van mondjuk a délpesti kórház, akkor menjen oda, de akkor nem kell az Index újságírójának ott ülni, vagy kiszivárogtatni oda ezt a történetet, de hát ezt már nyilván Balázs jobban elmondja. Tehát én azt gondolom, hogy ez a dolog így sehogy nincsen jól. Tehát nekem ez egy hamis történet. Egy pillanatra álljunk meg egy kicsit. De nem az történik, hogy véletlenül ül egy újságíró, és ezáltal lesz ebből hír? Tehát picit a varázslás helyett, hogyha az Index újságírója ma nem ül ott véletlenül ebben a kórházban, akkor Orbán Viktor bemegy, és ugyanezt a procedúrát lefolytatja, és ebből nincsen hír. Ehhez képest most ott tartunk, hogy biztos ez egy megrendezett jelenet volt, azt akarta illusztrálni, hogy azt akarta demonstrálni, hogy mindeközben Index újságíró nélkül, aki ilyen közel még soha nem volt miniszterelnökhöz, hogy kérdezzen tőle, ebből ez a hír ma nincs a Naphíre című műsorban. És hogyha innentől kezdve ez így van, akkor innentől kezdve minden túl... Akkor szerinted mi történt? Vagy mi történhetett? Fordítsuk meg, nem megrendezett dolog, mi történhetett? Szerintem azért előbb azt... Tényleg szüksége volt egy receptre, és ez volt a legjobb megoldás, hogy beugrik a rendelőbe. Azt a kérdést tetted fel az előbb, hogy ebben az ügyben, ezzel az ügyen mi a probléma? Szerintem semmi. A mindenkori miniszterelnök, hogy teszem azt, bemegy egy, ugye, egy kórházba és kér egy receptet, noha a miniszterelnök használhatja az extra szolgáltatás, VIP, parlamenti épülete, stb. De az a miniszterelnök, aki egyébként közvetlenül, mint plebejus miniszterelnök pozícionálja magát, előbbi videók településről beszéltünk, bemegy és kér egy receptet, amelyben az ott ülőket megkérdezi, hogy előrengedik-e, akik persze, hogy azt mondják, hogy igen. Valószínűleg a vizsgálatban nem úgy zajlott, hogy a beteg, akit kiküldtek, az félig mesztelen volt és kiküldték, hanem nyilvánvalóan ott még a folyamat nem indult el, vagy éppenséggel a vége felé közeledett, és kér egy receptet, majd elmegy, ez körülbelül olyan, mint amikor összetesszük a kezünket, hogy a kanadai miniszterelnöknek olyan zoknia van, hogy amilyen szintén nem is ismerem még, vagy éppenséggel biciklivel járnak a polgármesterek, úristen, és hirtelen megjelenik egy miniszterelnök egy olyan térben, ahol nem miniszterelnökök is járnak, és ebben rögtön egy média eseményt látunk. Ebbe igaza lenne Balázsnak akkor, hogyha ez a miniszterelnök, ez egy tényleg plebejus miniszterelnök lenne, és nem a testőrök között, és az újságírókat félrelögdösve, meg nem nyilatkozom senkinek, meg hermetikusan le van zárva, ha ő nem egy ilyen miniszterelnök sose lenne. Sose volt egy nagyobb lehetőség az újságban, hogy kérdezzen Orbán Viktortól. Hát ez egy külön kérdés, hogy miért nem kérdezett, igen, ezt meg lehetne tőle is kérdezni, de én azt gondolom, hogy ha így akarja magáról a képet, amit ő kialakított magáról az
elmúlt x ezer évben megváltoztatni, akkor ez nem egy ilyen jó esemény. Akkor tessék leállni, beszélgetni, akkor, amikor valamilyen nyilvános esemény van, és oda megy akár egy újságíró, vagy egyszerű emberekkel kezet fogni, de ugye Orbán Viktor nem elől híres, hanem arról híres, hogy hermetikusan el van zárva mindenkitől. Az ő háza előtt nem lehet tüntetni, majd most ezt beírják az alkotmányba is, és az összes többi ilyesmit pontosan tudjuk. Nem, és még valami, persze, hogy az Index jó voltából lett ebből komoly hír, de szerintem, ha nem ma estére, holnap estére biztos, hogy hír lett volna belőle, Index nélkül is. Ott ül 30-40 ember. Mindenkinél van egy kamerás mindenkinél mobil. Mindenkinél van egy mobil. Ebből a 30-40-ből 15 Facebookozik, 8 ráírta volna a Facebookra, nem ilyen hamar jött el volna a hír, így tényleg kapóra jöhetett, ha az én föltételezésem igaz a miniszterelnöknek. És azért abba is gondoljunk bele, hogy a kanadai miniszterelnököt amúgy is egy ilyen, hát populáris, nem populista, tehát egyszerűen viselkedő embernek is. Hát meg egy népszerű figura. Persze, de ahogy Zsóka mondja, Orbán még nem láttam a sarki középbe kenyeret vásárolni, nem is igénylem, mert nem ez a természetes. Itt mégiscsak van valami, ami miatt nem a kínálkozó lehetőségeket használta fel. Hadd tegyem hozzá ráadásul, hogy jól ismerem a... Bocsánat, Ildikó, szavát ne felejtsd, csak egy gyakorlatilag egy ügyrendi kérdés. Azt mondom, hogy az utolsó témát, a Trump-Kim Jong-un-t, azt engedjük el. Mert hogy körülbelül 3 perc jut rá, nem érdemes most már belekezdeni. Mit nekünk a világháború, hogyha itt van Orbán a rendben? Két furahajú figura, fura dolgokat tesz a világba, de hát van nekünk egy miniszterelnökünk, aki bemegy a szakrendelésbe. Igen, szóval most már hagyjuk meg a hátralévő időt. Vicces, erre. És lehet, hogy ezek az akciók most az ellenzék kedvenc mitológiáját igazolják, hogy addig jó, amíg erről van szó, hát mi is most egy sokkal fontosabb esemény hagytuk el. Így működik az életünk, de ha már elkezdtem a mondatot, akkor mindenképpen befejezem. Nem ismerem pontosan a nemzetbiztonsági szabályokat, de szerintem ahhoz, hogy Orbán elmenjen egy rendelőbe, az előző nap a testőreiknek már rég át kellett világítani azt a rendelőt, hát amikor családlátogatásra megy, akkor is köztudomásulag így van. Tehát ez egyébként így van, ha televízióba jön. Egyébként nem szokott az ATV-be, bármikor szeretettel látjuk. De egy nappal korábban ott van. És ha sokat beszélünk róla, nem is fog jönni, úgyhogy el is hallgatok. Csak csapata. Szóval, hogy... Ugye megint, most én lettem itt az ördög üvegyem a műsor, úgyhogy már végigcsinálom most az utolsó. Nem feltétlenül. Pár percet nem jövök erről. Én nem. Ugye azt azért, az, hogy a miniszterelnök egy országban el van zárva a közvetlen tömegtől, azért az nem ritka. Tehát az ellenzéki politikusok azáltal tehetik meg, hogy ők nem zárkoznak el a néptől, mert nincs testőrük, mert nincsen a kormányon. Tehát kb. Ez különbözteti meg a néppel való viszony. Tehát az, hogy egyébként a miniszterelnök csak úgy nem lehet bekérdezni, vagy nem lehet oda hozzáférni, azért az egy nem egy az önmagába vért probléma. Gyurcsány Ferenc, ez 2006, hát hogy is mondjam, szeptember valahányadika után viszont nehezen lehetett hozzáférni ellenzéki újságíróknak, meg ellenzéki de szavazóknak. De nekik, ugye? Igen. Most és a meg kell adnom, ugye csak itt a nyilatkozás, ez egy második diskurzus, arról beszéltünk, hogy a nép közvetlenül hozzáférhet-e adott esetben a miniszterelnök. Nem hiszem, hogy egy Gyurcsány Ferenc bejárt volna a hírtébe 2006 és 2010 között. Alig, hiszen nem, más is volt a köztévének a funkciója. Na, ezt akartam hallani, igen. Egy-egy. Úgyhogy... Ez az a másik diskurzus, amiből már több nem fog kijönni, hogy a miniszterelnököt nem lehet kérdezni, és nem lehet hozzáférni. Ez is egy olyan, aminek már szerintem inflálódott az a dolog. Annak ellen, hogy valós tártartalma viszont ugyanaz maradt. Na jó, Orbán Viktor a szakrendelőben, azt gondolom, hogy erről az összes bört lehúztuk, amit csak le lehetett róla. És akkor én most szólítom Rónai Egont, aki az Egyenes Beszédnek a házigazdája, és kíváncsiskodom nálad az iránt, hogy kikkel és miről beszélgettek. Én azt gondolkozom, hogy te tudod-e, hogy ez bőrgyógyászat volt? Én ezt nem tudtam. Ja, én se, csak mert ugye mondod, hogy összes ezt mondod, bőr lehúzva. Vagy... Ja. De hogy mondom, hát tudom, hát kiderült. De hát ebben a holnaptól már mindenki ezt fogja mondani, hogy tudjuk-e, hogy milyen szakrendelésen járt a miniszterelnök? Mert ezt tőle tudjuk most. Ja, nem. Jó, ne, akkor ezt most így hagyjuk abba, mielőtt mi kezdünk el pletykálni valamit, és terjeszteni valamit, ami nem igaz. Elmondom, hogy mi az igazság, mi jön az Egyenes Beszédben. Például megtudjuk, hogy új párt lesz-e, hogy újra gyújtaná az uniós zászlót, és hogy ő is változott-e, vagy csak a Jobbik. Na tudják-e, hogy ki lesz az én első vendégem ma? Hát Novák Előd, a Jobbik kilépett egykori alelnöke. Aztán jön a 3 MSZP elnök jelölt közül az egyik.
Tóth Bertalan, aki eddig ügyesen lavíroz az ellenfelek között, sőt, mintha integrálná is őket, majd erről beszélgetünk. Aztán kiderül, hogy az LMP frakciónak ugye lehet tagja Demeter Márta, de az LMP-nek nem, mert az LMP tagság egy része ezt nem akarja, és leszavazták. Kanászné Mártont várom ez ügyben. Észak-Korea a világ egyik legelzártabb országa. Ha már ti itt a Naphírében nem beszélgetetek a Kim Jong-un Trump találkozóra, akkor majd mi valamilyen más összefüggésben fogjuk ezt tenni, mert hogy jön hozzám majd az a baptista szeretetszolgálati elnök Szilágyi Béla, aki rendszeresen évtizedek óta jár Észak-Koreába, beszélgetünk arról, hogy hogy élnek az ottaniak valójában, és hogy ő hogy látja, mit remélhetnek egy ilyen találkozó eredményeképp az észak-koreaiak. És ha már beszélgetünk az elnökjelöltekkel, akkor beszélgetünk az elnökválasztásról, az MSZP elnökválasztásáról, meg a Jobbik szakadásáról is, Rajnai Gergelyel és Kis Ambrus elemzőkkel, a végére pedig a magyar színházi élet fene gyerekét várom. Ő azt mondja, hogy óvatosabban kellene bánni a szavakkal, nem jó mindig másokat forradalomra buzdítani. Mohácsi Jánost várom, akinek egy darabját most hívták meg New Yorkba és Washingtonba, nem sokára utazik, előtte még beugrik hozzám. Köszönjük szépen! Most akkor mindjárt híradó, aztán egyenes beszéd, mi pedig elbúcsúzunk. Köszönöm szépen a vendégeknek, Lendvai Ildikónak, G. Németh Erzsébetnek és Böcskei Balázsnak a beszélgetést, önöknek meg a figyelmet, viszontlátásra!